Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek nevében. Amen. Intézmény szentelés Hodászon. Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke, a Sólya Miklós Szociális Intézmény és Családok átmeneti otthonára és lakóira kért áldást. A rendezvényen Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterhelyettese beszédében kiemelte, az elmúlt években nagyobb mértékben nőtt a leginkább rászoruló emberek támogatása, mint amilyen mértékben bővült a magyar gazdaság. Amikor elkezdtük Magyarországon a kormányzást, akkor 325 milliárd forintot fordított Magyarország szociális célokra. Az idei esztendőben ezzel a 325 milliárddal szemben 814 milliárd forintot fordítunk erre, tehát egy 250%-os növekedésről beszélhetünk. Nagyobb mértékben nőtt tehát a leginkább rászoruló embereknek a támogatása, mint amilyen mértékben Magyarország bővült, Magyarország gyarapodott, ugye ezt GDP-nek is szoktuk nevezni, nagyobb mértékben bővültek tehát a szociális támogatások, mint amilyen mértékben bővült a magyar gazdaság. A görögkatolikus egyházmegye a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében mintegy 121 millió forinttal támogatta az épületkomplexum korszerűsítését, amihez további 6 millió forint saját forrást biztosított az egyház. Hodász életében, minden más település életében, ahol van valamilyen szociális ellátás, azt gondolom, hogy van valamiből belekapaszkodni, van munkahely, van egyfajta kisugárzása, van itt Hodászon egy Tarnai Tanya, és ahol állami, először állami fenntartási intézmény, aztán később a görögkatolikus fenntartásba került. Ez is a pszichiátriai betegek bentlakásos gondoskodását jelenti, ez egy másik típusú ellátás, az idős embereknek a gondozása, de azt gondolom, hogy jó kezekben vannak, ahogy hallottuk a fenntartó részéről, az egyház részéről. A 127 milliós beruházás mellett idén várhatóan megkezdődhet a belvíz elvezetési program második része is, valamint megújul az Őr és Kántor János közötti útszakasz.